A Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának kiadásában és a regionális politika és gazdaságtan doktori iskola gondozásában jelent meg A tanítványaimban élek tovább, emlékkötet Budai Sánta Attila tiszteletére című kötet. A könyvbemutatón összegyűltek a kar munkatársai, a professzor egykori kollégái, tanítványai, barátai, hogy együtt emlékezzenek meg a közgazdaságtudományi kar nagy egyéniségéről, a magyar regionális tudomány oktatási és kutatási rendszerének megteremtőjéről, a környezetgazdaságtan tudományának egyik jeles képviselőjéről. A dékáni köszöntő után a kötet szerkesztői mutatták be a 4 fejezetből álló könyvet, melyek a regionális fejlesztés, turizmus és vidékfejlesztés, területi és ágazati versenyképesség és a regionális igazgatás és politika témákat járják körbe. Budai Sánta Attila szigorú és következetes, de önzetlen és mindig segítőkész tudós professzor volt, akit több ezer közgazdász, PhD fokozattal rendelkező kutató, terület- és településfejlesztés szakember zárt a szívébe, s akinek tanításaira, példamutató magatartására, tudományos örökségére hosszú ideig emlékezni fognak.